A legnagyobb szeretet Palkó Julián, Ferences, Szerzetes és Pap műsora Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót ezen a gyönyörű, szép októberi napon. Hiszen hideg van, hajnalban nyilván fagy is volt, deres a fű, talán még most is az árnyékos helyeken, és mielőtt elindultam volna a szülőfalamból, kakasdról, az édesapám már mondta, hogy napok óta a krizántint letakarja felülről papírral, hogy a leszálló harmat ne érje, és hogy a föld melege pedig ne sugározódjék ki, vagyis hogy megóvja a fagytól, hiszen hamarosan halottak napja lesz, minden szentek ünnepe halottak napja, és a krizántint pedig a sírokra szánta és szánja. Szép idő van, térek vissza ehhez a Kezdő témánkhoz, és ezzel kapcsolatos a mai műsorunknak útszéli lapjegyzete. Mert most szép idő van a hideg ellenére, ragyogó kék égboltozat és mosolyog a nap. Mi lenne akkor, mit mondanék akkor, ha most hideg lenne, ködös lenne, permetezne a köd, nyálkás lenne, és hát a magas páratartalom miatt még a hideget is hidegebbnek érzi az ember, akkor mit mondanék? És erre azt válaszolom, hogy ugyanezt, hogy szép időnk van. Hogy ezt megértsük, egy vicc jutott eszembe, és ez nem olyan, ami megbotránkoztatna bárkit is, hanem szent humor, tele tartalommal és mondani valóval, szent mondani valóval. Halljuk. Szent Ferenc egyszer Leó testvérrel rója a rónát, és gyönyörű szép idő van, kék az égbolt, az itáliai napfény mosolyog, meleg van, kellemes idő, és Szent Ferenc hálát ad Istennek hangosan. Hálát adok neked, uramezét, a csodálatos mai szép időért hiszen az egész kék égboltozatod, az gyönyörűsége és a napfénynek a mosolygása a te szeretetedről árulkodik. Mennek tovább, és alig, hogy mennek, egyszerre csak borúsá válik az égboltozat, hirtelen villámok csapkodnak, szakad az eső, méghozzá hidegeső. eső. Nincs hová menekülni, a pusztaságban vannak, kapusznyúját fölhúzza Ferenc a, fejére is Leó testvér és Dideregnek bőrig csontig áznak az esőben. Ráadásul csapkod mellettük a villám. Nézi Leon testvér Ferencet, hogy most mit fog mondani erre. Erre Ferenc azt mondja, hogy hálát adok neked, Uramisten, ezért a csodálatos szép időért. Megmutattad, hogy te vagy a teremtés, Ura, minden a te kezedben van. Hiszen egyszerre a derültékből villám csapkod szinte, te mindent megtehetsz, amit akarsz, és milyen jó ez az eső a növénytestvéreknek, akik szomjasak, a parasztok is majd hálát adnak neked, hogy bőséges termést várhatnak, hiszen szükséges az eső ahhoz, hogy a termés jó legyen. Jó, gondolja Leo testvér. Rendben van. Mennek tovább, kisüt a nap, egy madárraj repül el Ferenc és Leo testvér fölött. És kérem, ne botránkozzanak meg ugye ez előfordulhat nap, mint nap velünk is. Az egyik madár lepottyantja Szent Ferencet, és az történetesen a homlokán végigcsorog le az arcára a madár kaki. Erre most már nagyon kíváncsi Leo testvér, hogy most mit mond Szent Ferenc. Hát Szent Ferenc letörölte a madár kakit, a marék fűvel, amit kitépett a, a, a földről, a földből, és amikor szépen így elrendezte magát a körülményeknek megfelelően, akkor így szólt. Hálát adok neked, Uram Isten, hogy nem tehenek repködnek az égben. Hát igen. Szóval a mi örömünknek és a boldogságunknak tulajdonképpen nem az kellene legyen ám az alapja, hogy most csapkod-e a villám, hogy sötét van-e, borongós-e az ég, és hogy nyírkos-e a levegő, és ködöse, hiszen ősszel ez várható, hogy így lesz novemberi napokban, tehát még októberi napokban, és hogy eső esik. Nem ez az, amitől az embernek el kellene vesztenie a kedvét. Azt én sem tagadom, hogy az emzernek a pszichéje, az egyénisége olyan, tehát olyan az ember, hogy a kékékbolt az, amit és a napfény, amit inkább szeret. De a kedvünket nem veheti el az eső, mert az örömünk forrása, ugyanúgy, mint Szent Ferencnél, nem a külső körülményektől függ, hanem az örömünk forrása az egy változatlan dolog. Legfeljebb mi tudunk eltérni tőle, és ezért lehet az, hogy nincs örömünk. Az örömünk forrása az stabil, akkor is, hogyha csapkod az villám, akkor is, ha hó hull, akkor is, hogyha kékig boltozat van. Az örömünk forrása az Krisztus. És hát az örömünk valójában az belülről kéne fakadjon, nem pedig külső körülményektől várjuk ezt. Hanem pont az lenne az igazi keresztény élet, hogyha ott, ahol éppen nincs öröm, az én megjelenésemmel hirtelen öröm mosoly fakadna az arcokon, vagy legalább a remény csillogna meg az emberek szemében, örülnének, hogy látnak egy keresztény embert, aki mindig derűs, mert forró kapcsolatban van az öröm forrásával Jézus Krisztussal. És őt nem befolyásolja olyan mértékben a külső tényező, bármi legyen az, akár emberek, akár természet, akár bármi, hogy kibillenteni őt ebből az nyugalomból, a békébőjéből és az öröméből. Vagyis, hogy az kellene, ami örömünk legyen a mai napon is, meg minden napon, hogy Krisztus a mi boldogságunk, ami örömünk. Persze Krisztus szeretné, hogy olyan élethelyzetbe vigyen, vezessen bennünket, amelyet ő szeretne, hogy általunk megjelenjen. Tehát olyan életformába szeretne elvezetni, ami a legfontosabb most ebben a pillanatban, és ö, ö, amelyben ő ki tudja rajtunk keresztül fejteni azt a tevékenységet, amelyről föld életében így szólt, hogy ö, munkálkodnom kell, szüntelen kell tevékenykednem, nem jut eszembe, ahogy magyarul lesz, hogy fordították pontosan, tehát szüntelenül munkálkodnom kell, mint ahogy atyám is munkálkodik, hogy rajtunk keresztül úgy tudjon munkálkodni, ahogy szeretné, vagyis a helyünkön legyen. Az a helyünk, amit Jézus szeretne, és hát, hogy ez mi ez a hely, azt remélem, hogy kiderül ebből a műsorból, hogy nem attól függ, hogy Budapesten vagyok, Székesfehérváron vagyok, még attól sem függ, hogy helyemen vagyok-e, hogy éppen utazom a munkahelyemre, vagy számítógéppel dolgozom, vagy kint a határban művelem a földet, vagy orosként gyógyítom a beteget, vagy betegként ülök az ágyba. Nem is ez az igazi, hogy a hely, amiről beszélek, nem e, térbeli helyet jelent, nem munkaállapotot jelent, hanem lehet ez a hely az is, hogy éppen orvos vagyok, vagy ápoló, és gyógyítom a betegeket. Lehet ez a hely, hogy a helyemen legyek, ahová Jézus szeretne vezetni, a traktor is, ami éppen velem, mert éppen az őszi mészántást e, végzem. Lehet ez, a kórházi ágy otthon ágy, vagy egy bezárt szoba, ahonnan nem tudok kimenni, mert annyira beteg vagyok. Hát akkor mi ez a hely? Hát a műsorunk erről szól, ez a legnagyobb szeretet, vagyis, hogy bármilyen élet állapotban vagyok, bármely helyen, bármi a feladatom, akár ülhetek az egyetemi kat katedrán is állhatok, vagy ülhetek és előadhatok, vagy lehetek egy egyetemista, Bármely helyen a legnagyobb szeretetben vagyok-e? Vagyis éppen akkor életemet tudom-e adni, és adom-e életemet, miközben egyéb más tevékenységem van az emberek a többi ember időségéért? Erről szól a mi műsorunk, kincsek rejtőznek bennünk, ezeket a kincseket ki kellene ásni lelkünk mélyéről, el kellene jutnunk ahhoz oda, hogy a legnagyobb szeretetben éljünk. Hogy mi ez a legnagyobb szeretet, erről szól a mi műsor sorozatunk, és hát itt egy másik szintén bevezetésnek tartom még, ötletem van ehhez, hogy megértsük, hogy miért van szükség annyiszor súlykolni, hogy mi a legnagyobb szeretet. Ez a műsor ezt teszi. Sőt, sokszor ismétles, ismétlésekkel élek a téma belül, a témán belül, történeteket megismétlek. Tudják, ez olyan, mint a jó reklám. Azt megállapították az okosok, hogy ha valaki 50szer mondjuk néz egy reklámot, egy terméket, amit reklámoz egy film, mondjuk a televízióban, akkor előbb-utóbb, vagy az 50-szeri látásra már annyi kíváncsiság van az illető termék irányába. És vagy annyira elhiszi, hogy az a hatása, hogy 50-szer látta a reklámot, Látja az üzleten, üzletben, a polton, és leveszi és megvásárolja. Na hát az én ismétléseimnek ez lenne a célja. Ez egy olyan reklám, ami a legfontosabb portékát reklámozza. Ez a legnagyobb szeretet. Persze ez Csali is, aki már ismeri a műsort, az tudja hogy abban az a csali, hogy hát ki az, aki ne vágyna arra, hogy legjobban szeressék őt, és hogy ő is legjobban szeressen valakit. Ez az, ami mozgatja az életet, az embereket. Igen, valóban így van, a csali ez, és a valóság az az, hogy nincs rászedés. Mert ám bár nem éppen úgy képzelte el a Isten a legnagyobb szeretetet, amiről Jézus beszél az utolsó vacsorán, ahogy ezt néhányan gondolják erre, tehát nem biztos, hogy érzéki élvezetekről van szó, de mégis a legnagyobb szeretetről. Mielőtt folytatnám és kifejteném a mai napon ugyanezt a témát, egy kicsit úgy, mint máskor, ugye ez az ötvenszeri ismétlés, a reklám, hogy a legjobb termékünket megvásárolják a hallgatók, és hogy valóban a legnagyobb szeretetben legyenek, és másokat is oda segítsenek másrészt mindig újat is mondva, mint ahogy Jézus mondta az evangéliumban, szeretnék én is jó írás tudó lenni, aki kincseiből régit, és húzza újat hoz elő. Hát akkor nézzük a régit és az újat. A fatimai jelenéseket foglaltam, és ezzel kapcsolatos történelmet össze az elmúlt héten, és azt ígértem, hogy onnan folytatom méghozzá becsatlakozva egy korábbi állapotba, amikor a legfiatalabb látnok, és ezt már lehet mondani, hiszen az egyház rendkívül ajánlja a fatimai események megismerését és abból való okulást és tanulást, és ennek én most eszköze vagyok, hogy sokat beszélek ezekről a történetekről. Tehát mondjuk azt, hogy a legfiatabb látnok játszinta betegségéhez térünk vissza, amit valamikor megkezdtem ezt a témát, aztán egyszer abba hagytam. Előzetes az, hogy amikor másodszor jelenik meg Fatimában a szűzanya 1917. június 13-án, akkor váratlanul a szóvívő, a legidősebb kislány, aki akkor tízesztendős a Lúcsia, megkérdezi a szűzanyát, hogy hamarosan az égbe jutnak-e? Az első alkalommal is ez volt az első kérdése. Úgy látszik, a kislány fantáziáját rendkívül izgatta az, hogy a mennyországba jutnak-e, és ebben a szent lélek működését kell látni. Szeretnék kérni valamit, mondja. Szeretném kérni, hogy vigyen bennünket magával az égbe. Igen, hangzik a szűzanya válasza, Jászintáért és Ferencért hamarosan jövök. Nos, ez a hamarosan jövők, ez élessé vált játszinta életében 1918. októberében, vagyis az első jelenés 17. májusában volt, ahhoz képest másfél évvel később. Annyira aktuálissá vált, hogy tüdőgyulladást kapott a kislány. Tüdőgyulladást, ami egy év és három hónapig tartott. Ennek a történetében vágunk egy kicsit bele. Amikor már betegen feküdt otthon, és már a kis testvére is ágyban volt, Ferenc, aki egy évvel volt idősebb, mint ő, és szintén tüdőgyulladásban feküdt, aki hat hónapig volt tüdőgyulladásban, és úgy ment el ebből a világból, ekkor történt az egyik alkalommal, hogy a legnagyobb kislány, a három közül, a három látnok közül Lucia meglátogatta Jászintát. Jászinta örömmel fogadta. Szűz anyánk meglátogatott bennünket, és azt mondta, hogy Ferencet hamarosan az égbe viszi. Megkérdezte, hogy akarok-e még több bűnöst is megtéríteni. Azt mondtam, hogy igen. Tudtam adta, hogy egy kórházba kerülök, és sokat fogok ott szenvedni. Látjuk, hogy bár kisgyerekekről van szó. Ebben az esetben itt a játszinta nevezetű kislány már nyolc esztendős. És hogy olyan dolgok körül forog a szó az ígi jelenéssel, ami sokakat, akik hallgatják ezt a műsort, megrettent. Hogy jön a szűzanya, és nem azt hozza, hogy meggyógyít, de amit kérnek a legtöbben, hogy hát azért még legyek jó, azért ne kellene annyit szenvednem, hanem arról beszélgetnek, hogy hát akarsz-e még több bűnöst megtéríteni. Persze emögött ott van ám a látomás a pokorról, ami arra biztatja a kislányt, hogy mindent megadjon a Jóistennek azért, semmi se sajnáljon tőle, hogy a lelkeket segíteni tudha, segítse az örök élet felé. Mert ó a pokol, ó a pokol. Abból aztán soha nincs szabadulás. Ezért nagyon sokat kell imádkoznunk és szenvedést felajánlanunk a bűnösök megtéréséért. Idéztem őt. Tehát megjelenik a szűzanya, és nem azért jelenik meg, hogy most meggyógyítson egy súlyos beteg tüdőgyulladásost, aki ugye a korszokása 1918-ban vagyunk, falun, Portugáliába, otthon van a beteg, ágyában fekszik. Nem azért jön, hogy meggyógyítsa, mert ő megtehetni, hanem azt mondja tulajdonképpen, hogy az eddigi kínszenvedésed is sok bűnöst térített már meg. szeretné -e még több bűnöst megtéríteni, akik elkerülik a poklot? És erre a kislány azt válaszolja, hogy természetesen igen. És hogy ez mit jelent? Menetelés a halál felé. Tehát tudtom rá, attól, hogy egy kórházba kerülök, ez lesz a következő tortúra, és sokat fogok ott szenvedni de ajánljam felszenvedésemet a bűnösök megtérésért. Mária szeplőtelen szível ellen elkövetett bűnök engesztelésére és a Jézus iránti szeretetből. Megkérdeztem, hogy te is jössze velem, már mint a másik kislány Lúcsia. Azt mondta a szűzanya, hogy nem. Ez lesz számomra a legnehezebb. Azt mondta, hogy édesanyám viszel a kórházba, és aztán egyedül maradok ott. Aztán egy kicsit elgondolkodott, majd hozzáfűzte. Bár csak velem jönnél. A legnagyobb fájdalmam az lesz, hogy nélküled megyek. Észreveszük e hogy a fizikai szenvedés, a betegség és az ezzel járó könnyű elesettség érzése, a pszichikai szenvedés, hogy én e szomorúság, az föl sem ér egy 8 éves kislány esetében ahhoz a fájdalomhoz, hogy elszakad a kistársnőjétől, akivel annyira jó együtt lenni. Vagyis, aki Isten közelében van, az megérti és érzi, hogy mi az igazi boldogság, és mi a boldogtalanság. Nem az az igazi boldogtalanság, hogy beteg vagyok, hogy ágyhoz vagyok kötve, fáj, lázas vagyok, íg a belsőm. Még csak az se, hogy menetelek a halál felé. Hanem az igazi szenvedés az az, hogy elszakadok a szerettemtől. Jézust is ez rendítette meg Lázár sírjánál, mint valóságos embert. Bár tudta, hogy Lázárt visszahívja az életbe, mégis megrendül. Nézzétek, mennyire szerette. Sír Jézus. Mert a szeretet az ilyen, hogy szeretne a szerettével együtt lenni. Jézus példát ad az ilyenfajta szeretetre is. Nem az a nagy szenvedés, hogy fáj a lábom, hanem az a nagy szenvedés, ha el kell szakadnom a szerettemtől. És főleg akkor, ha ez úgy tűnik, hogy már megmásíthatatlan. Tehát amikor jön a halál, és elbúcsúzunk egymástól. Mi hiszük szilárdan, és ez a mi keresztény hitünk alapja, hogy a halál nem választ el bennünket. De kétségtelen, hogy egyfajta elválasztás van. Az imádság áttör a szakadékon, ami e világ és a másik világ között van. Áttör a tisztítóhelyen szenvedőköt is eléri és segít rajtuk. Áttör a mennyek országába és a szenteket kérjük és ők segítenek rajtunk. Ez a szentek közössége. A három helyen lévő egyház segít egymáson. Az imádság, az áldozat áttör az egeken, és hát az egek szó az valójában egy biblikus kifejezés, inkább pontosan így kell fogalmazni, hogy az imádság és az áldozat áttör azon a szakadékon, ami elválaszt bennünket a más világtól, ami van. Vagyis a halál az nem olyan valami, ami el tud választani valójában a másik embertől. De azért mégis könnyebb érezni a másik ember jelenlétét, a szerettemét, hogyha megtapinthatom, láthatom őt szememmel, és hallhatom a hangját. Hát ez nyilvánvaló. Igen, csak hogy mi is elmegyünk ebből a világból. A minden szentek ünnepe, a halottak napja, ami jövő héten lesz, erre is figyelmeztet bennünket hogy az imádság, a szentmis áldozat, egyéb áldozatokat ajánljunk fel elhuntjainkért. Ha szerettük őket, ha szeretjük őket, ilyen módon lépjünk kapcsolatra velük. Nem halott idézés ez, hanem igazi szeretet, amelyre biztat bennünk az Anya és biztat bennünket maga a jó Isten. Tehát az elválás fájdalma az nagyobb és nagyobb szenvedés, mint a fizikai fájdalom. De nem számít, mondja a pici, a nyolc éves. Szenvedni akarok Jézus iránti szeretetből, engesztelni fogom Mária szeplőtelen szívét. Szenvedek a bűnösök megtérésért és a Szent Atyáért. Vagyis az éppen aktuális pápáért, vagy akik ezután lesznek. Mekkora szeretet volt ebben a piciben, a nyolc évesben. A legnagyobb szeretet. Kincsekről beszéltem, amelyek ott rejtőznek bennünk. Nekünk példát adnak a szeretetre a kisgyerekek. Nézzük csak, hogyan. Elérkezett a pillanat, amikor Ferencnek az égbe kellett mennie. Ferenc 1919. április 4-én halt meg, és ebben az esztendőben volt ő 11 éves. Ez azt jelentette, hogy a szomszéd, vagy úgy emlékszem, voltam én ott ebben a házban, hogy a két szoba között van egy másik szoba is, egy nagy szoba, tehát egy lakásban vannak a szülői házba, és néhány fal, és egy szoba választja el egymástól a két beteget. Ferenc meghal az egyikbe hamarosan. Köszönj nevemben az Úr Jézust, mondja neki játszint, amielőtt meghalna, és a szüzanyát. Mondd meg, hogy mindent elviselek, ha ezt kívánják, hogy megtirítsem a bűnösöket, és engeszteljem Mária szeplőtelen szívét. Nagyon megviselte testvérének halála. Gyakran, hosszan elgondolkozott, és ha megkérdeztem, mire gondol, mondja Lúcsia, azt válaszolta nekem, Ferencre, bár csak láthatnám. És forró könnyeket hullatott. Egyik nap azt mondtam neki: Neked már nem sok van hátra, és az égbe jutsz. De én. Te szegény, válaszolta, ne sírj. Ott igen sokat, sokat fogok érted imádkozni. Figyelj csak! A szizanya akarja ezt így. Ha tőlem kívánne ezt, mármint hogy én maradjak életbe, én is szívesen maradnék és még többet szenvednék a bűnösökért. Nem tudom, hogy értjük-e, hogy ez egy 9. évében és 13. évében levő két kislány párbeszéde. A mennyországról, a szenvedésről, az életről, a halálról. Miközben az egyik menetel a halál felé. A másik pedig ír így rá, hogy milyen jó neked. Neked már nem sok van hátra, az égbe jutsz. De én, nekem még itt kell maradnom a földön. És a válasz, ha tőlem kívánná ezt, a szűzanya, én is szívesen maradnék, még többet szenvednék a bűnösökért, és nem azért, amért a legtöbbetek meg szeretne gyógyulni. Hová tudja elvezetni a kegyelem az emberi lelket? Akkor is, ha gyermek inédzserkora előtt álló gyermek, illetve hét éves korától kezdődően a kegyelem ráköszönt a kis játszintára. Mivé tudja emelni a jóisten az embert, ha az ember nem tiltakozik és elfogadja a segítő kegyelmet? ott vagyok-e a helyemen? Én engedem-e, hogy oda vezessen a jó Isten, és a bevezetőben mondtam, hogy ez nem helykérdése, térbeli hely, hanem lelki állapot kérdése. Engedem-e, hogy a Jóisten Isten elvezessem engem is a szeretetnek erre a mértékére? Amikor az a kérdés, hogy mi a jobb a lelkekért, az emberek megmentésért, az, hogy meghalljak, vagy az, hogy életben maradjak és szenvedjek? Szent Pál csak most tartalom szerint tudnám idézni, az, hogy hát tulajdonképpen szeretnék elmenni és Krisztussal lenni, de értetek, itt kell maradnom. Így hát nem hiszem, hogy még eltávozom, hogy eltávozásom napja közel lenne mert arra van szükség, hogy itt maradjak, értetek, és velet, értetek, veletek együtt szenvedjek. Hát ez a legnagyobb szeretet. Igen. Ha el tudnánk jutni oda, ahova Szent Pál, és ahogy látjuk, tizenéves, vagy még csak tíze, tíz év és életkorához közeledő kislányokat a szizonya eljuttatott abba a szeretetbe, hogy nem az a fontos, hogy beteg vagyok-e, vagy nem, milyen nyomorúságon, vagy milyen nem, hanem az a fontos, hogy hogyan tudné kedvébe járni a jó Jóistennek, és mi a fontosabb, mit szeretne. Ha el tudnék oda jutni, hogy így nézném, mondjuk, fejedelmi többesbe beszélek, az egyetemi diákságomat, ha egyetemista vagyok. Természetesen mindent megteszek annak érdekében, hogy jól elvégezzem ragyogó eredménnyel az egyetemet. De közben annak a szenvedését is, hogy tanulok, és a tanulás is munka, azt mint áldozatot fogom föl, és ezt is felajánlom a bűnösök megtéréséért. És valójában nem is az a cél elsősorban egy ilyen életben, hogy hogy most milyen kitűnően végezzem el az egyetemet, ám bár én ezért mindent megteszem, megteszek, de a saját életemből tudok erre mondani, és éppen egyetemista koromból olyan példát, amikor úgy gondoltam, hogy hát én egy hatalmas jelest fogok kapni a vizsgán, mert annyira tudom az anyagot, és én voltam az első, akit kirúgott a vizsgáztató tanársegéd. Tehát, és ez se vegye el a kedvemet, mert én már megtettem, amit tennem kell, hogy ez mégis előfordulhatott, hogy kirúgtak a vizsgán, ezt is áldozatul felajánlom. Tehát semmi nem veheti el a kedvemet, én megteszem a magamét, és mindez szeretet és áldozat is felajánlom. A kirugást is, hogy a egyest kapok, pedig úgy érzem, hogy maximálisan tudom az anyagot, azt is, hogyha nem lesz maximális, hanem egy közepes, és azt is, hogyha kitűnő lesz a vizsga, akkor is azt a sok áldozatot, amit meghoztam a kitűnőség miatt. És most csak egy fiatal példát hoztam. Tehát nincs az az életterület, ahol nem lehetne legnagyobb szeretetben élni, nem lehetne az életem folyását, áldozatait, szenvedéseit felajánlani bűnösök megtéréséért. És ez azzal az örömmel és békével jár, hogy miután mindent megtettem a jeles vizsgáért, és mégis kirúgtak, nem esem kétségbe, hanem békém és örömöm és nyugalmam van. Most ezt az áldozatot hozom, hogy kirúgtak a vizsgán. Persze nem hencegek vele, hanem tudom, hogy milyen értékes áldozat a lelkek megtéréséért. Ez a számomra nem éppen kellemes esemény, ha nem ajánlom fel a bűnösökért. Hogy még egyszer kell mennem vizsgázni. Történetesen az én példámra visszatérve, ez egy igaz történet volt. Semmit nem tanultam, hanem két nap múlva elmentem, és ha jeles nem is, de négyest kaptam. Lássák, hogy élő a példa. Akkor én ezt nem ajánlottam föl. Micsoda kincset tékozoltam el? Mert akkor senki nem volt, aki elmagyarázta volna nekem. Hogy a te lelked nyugalma nem attól kell függjön, hogy hányos lesz a vizsga, vagy kirúgnak-e, ha egyszer becsülettel tanultál. Sőt, egyenesen óriási kincs az, hogyha mégis kirúgnak a vizsgán. Senki nem magyarázta el, mennyi kincset eltékozoltam az életembe, amelyel embereket tudtam volna megmenteni a legrosszabbtól, a kárhozattól. Igen nem tudok portugálul, ezért ezt a várost sem biztos, hogy helyesen nevezem meg. Mondjuk azt, hogy Órémei kórházban találjuk játszintát, és itt meglátogatja őt az unoka testvére, Lúcia, aki evangélistája, vagyis írnoka a fatimai eseményeknek, és a három látnok közül a legidősebb. Megkérdeztem, hogy sokat szenvede. Igen, szenvedek, de mindent felajánlok a bűnösök megtéréséért és Mária szeplőtelen szívének engesztelésére. Nagy lelkesedéssel beszélt az Úr Jézusról és a szűzanyáról, és ezt mondta. Szívesen szenvedek irántuk való szeretetből, hogy örömet szerezzek nekik. Ők is szeretik azt, aki a bűnösökért és a bűnösök megtéréséért szenved. Néhány mondatot olvastam föl, egy Tíz éves, tizenegyedik évében járó kislánynak néhány mondatát, mennyi tanítás van benne? Hihetetlen sok. Azt megtapasztaltam, nem tudom, hogy a hallgatók megtapasztalták-e, hogy a szenvedésben az ember mennyire bölcsé válik. A szenvedés eszköz a mi nevelésünkre. Nem csak áldozat, nem csak lehetőség arra, hogy bűnösökért felajánlva őket segítsük a bő megtérésükben, hanem az az érzésem, hogy a legnagyobb hasznot az a lélek húzza a szenvedésből, aki elszenvedi a dolgokat. Persze ez attól függ, hogy milyen lelkülettel fogadja, mert aki káromkodik az Isten szidja miatta, az semmilyen hasznot ne várjon belőle. Sem más lelkek megmentésének a hasznát, amely mindennél drágább kincs, se a saját lelkének profitálását a szenvedésből. A szenvedése pedig ugyanúgy megvan, sőt még nagyobb, mert az a lelki kínja is van, hogy nem tud szabadulni. Tehát van egy pszikai összetevője a szenvedésnek. Ez a gyermekszentek esetében nem volt, mert ők a legnagyobb lelki békében fogadták el azt, ami drága kincs a többi lelkek számára, a saját szenvedésüket. Tehát nem volt az a pszikai nyugtalanság, hogy nekem miért kell, miért nem gyógyulok meg. A Jóisten sem szeret, szokták mondani, meg nem voltam olyan bűnös, nem ezt érdemeltem. És nem tudják ezek az emberek, hogy mennyire tudatlanok. Nem azt mondom, hogy buták, hanem tudatlanok. Hiszen Jézus érdemelte a keresztet. Nem, hanem mi a bűneinkkel, meg minden ember de ő a legnagyobb szeretetet megmutatta, mielőtt a többi embernek kérte volna és javasolta volna, hogy a legnagyobb szeretetben élje. Megmutatta. Hát ő aztán tényleg ártatlan volt, hozzá képest pedig senki. Hát igen, Mária rádióban vagyunk, és ilyenkor a szizanya ugrik be. Természetesen a szizanya igen, csak ne felejtsük el, és ezt nagyon kérem ne felejtsék el a Mária tisztelők velem együtt, hogy Mária Istentől kapta ajándékba azt, hogy nem tudott akarni, nem tudott bűnt elkövetni. Ez számára ajándék volt. Persze ez nem von le semmit abból, hogy kinszenvedése, ami nem csak testi volt, hanem elsősorban talán lelki, és éppen a fia elvesztése és ennek története, az lehet, hogy sokkal nagyobb volt mindenki másénál. Mert, mint mondtam, az igazi szenvedés a szerető szíveknek nem az, hogy mennyi betegséget, mennyi fájdalmat kell elviselni másért, hanem az igazi szenvedés az az, hogy elszakad a szerettétől. Hát, ha valaki szereti a gyermekét, akkor az a lélek és az a szív, aki bűnben soha nem járt. Ezért teljesen akadálytalanul megmutatkozhat benne az, amit az Isten talált ki, az anyai szeretet. Nem annyira, mint azokban a lelkekben, akik már életükben követtek el bűn, sőt az áteredő bűn megsértette a lelküket, és ebbe beletartozik mindenki más. A szűzanyán kívül, aki anya volt, vagy anya lesz, vagy anya. Tehát az ő anyai szeretetüknek vannak fékei. A szűzanya anyai szeretetének semmi féke nem volt. Ezért számára a 33 éves gyermekének a kínszenvedése, amit látott, és az evilágból való elköltözése az anyai szeretetnek olyan mélységét szakította föl, amit hét törkény szokott emléketni a Szentírás. Szóval odatérünk vissza, hogy kisgyermekek olyan mértékű tanítást tudnak adni a szenvedés súlya alatt, amelyhez sokszor a felnőttek egy életen át sem jutnak el. Mert a kisgyermek elfogadta Istennek ezt a szeretetét, hogy őt meghívja mások lelkiért, az ő lelkük megmentéséért, egy életáldozatra. És ez a halálig tart és a halál felé menetel, nincs az a pszichai szenvedése, hogy miért kell, hanem örömmel teszi. A műsor elején egy Szent Ferenc viccet mondtam, és annak éppen az volt a tanúsága, hogy az igazi öröm és boldogságot nem tudja befolyásolni a külső körülmény. Legyen az bármi, akár időjárás, a másik ember, s folytatom akár az ember szenvedése. Az igazi öröm és boldogság abból fakad, hogy Krisztussal milyen az én belső kapcsolatom. Mert lehetek én a legnagyobb kínszenvedésben, akár úgy is, hogy kirúgtak a vizsgán, akár úgy is, hogy valaki eltávozik ebből a világból, akit szeretek nagyon, akár úgy is, hogy beteg vagyok, bezárt vagyok, akár úgy is, hogy úgy érzem, hogy sújt a szeretteim nem szeretése. Vagyis, hogy én szeretem őket, de ők meg nem engem bármilyen külső körülmény is van, mindez alkalmas arra, hogy legnagyobb szeretetté változtassuk, vagyis hogy felajánljuk éppen azokért az emberekért, akik legjobban nem szeretnek bennünket az ő megtérésükért. És én így a helyemre kerülök. Így Krisztussal vagyok együtt a kereszt. Így a legnagyobb szeretetben vagyok. Így nem nyugtalankodom, hogy talán nekem inkább meg kéne gyógyulni, talán kevesebbet kéne szenvedni, talán nem örül a Jó Isten annak az állapotnak, ahol vagyok, vagy szembeforduljak a Jó Jóistennel, és nyugtalankodjak, hogy minden, hogy milyen erő, akár démoni erő is csak meggyógyítson, és itt jönnek, és ezt azért itt meg kell említeni, itt jönnek akkor a kuruzslókhoz való járás, akik a természet kincsei helyett kuruzsolnak, és valójában a a démoni erőkkel vannak kapcsolatban, akik szintén tudnak természet fölötti dolgot művelni, még azt is, hogy beteget gyógyítanak, de annak súlyos ára van. Az ember lelke az ára. A démon birtokba veheti, és jogot tart rá, hiszen adott valamit, testi egészséget. Ne menjünk természetgyógyászokhoz, akik nem a természet kincseit használják gyógyszerül, hanem erőkről beszélnek, még akkor is, hogyha ő Istenről beszél, és azt mondja, hogy Isten újjával gyógyít. Ezek hazugságok. Isten újjával senki nem áll úgy gyógyítani, hogy megnyitja a rendelőt. Ezt Jézus se tette, a szent apostolok se, és egyetlen egy szent se. Amikor gyógyított Jézus, vagy a tanítványai, azok rendkívüli dolgok voltak, de rendelőt nem nyitottak, se pénzt nem kértek érte, Se nem ígérték azt az embereknek, hogy mindenkit meggyógyítanak, mert ő benne isteni erő van. Hanem ez csak erősítette Jézus szavának hitelességét, hogy valóban az Istentől jött. Ez csak erősítette, de nem célja volt, hogy kórház rendezzen be, ahol mindenkit meggyógyít. Ő a lelkek mentéséért jött, nem a fizikai, biológiai. Egészség visszaadásáért. Nem a hosszú életért, hanem az örök életért, ami a halál kapuja után kezdődik. Óriási különbség, ha valaki rendelőt nyit, és hirdeti, hogy ő Isten újjával gyógyít, annak attól tartok a felesem igaz. Attól tartok, hogy a felesem igaz. Igen. Szóval ott tartottunk, hogy a bölcsességet az ember a szenvedi súlya alatt megkapja Istentől. Egész más színben látja saját betegségét, saját sorsát és mások sorsát. Már nem az a szemüveg, hogy ki az orvos és ki a szántóvető, hanem az a szemüveg, hogy hogy áll ő Jézussal. Hogy áll ő a lelkével, a lelke állapotával. Ennek a fényében olvasom újra Játszintának a Kumréni kórházban adott rövid tanítását. Szívesen szenvedek Jézus és Mária iránti szeretetből. Tehát itt hangsúlyozom a tanítás a szeretetből szenvedek, nem pedig úgy, hogy legszívesebben félredobnám az egészet. Ők is szeretik azt, akik a bűnösök megtéréséért szenvednek hogyan akarok kedvében járni a jó Istennek. Ők is szeretik azokat, akik a bűnösök megtéréséért szenvednek. Hát, ha hallgatják ezt a műsort orvosok is, vagy olyanok, akiknek rokonságuk körében orvos van, vagy olyanok, akik éppen kórházban vannak most, és orvos segítségét veszik igénybe. Azt nem mondja senki, hogy arról beszéltem volna, hogy nincs szükség az orvos munkájára, de igen, hiszen éppen ez a történet, amiről beszélek is ezt mutatja, hiszen a tizedik évében, tizenegyedik évében lévő játszinta éppen kórházban van, és azért van kórházban, mert úgy ítélte a környezete, hogy a tüdőgyulladása olyan mérvű, olyan stádiumba jutott, hogy kórházi kezelésre van szüksége. Az egy másik kérdés, hogy a szűzanya kérte önként a gyermeket, hogy vállalja-e a tortúrát, a kórház tortúráját, amikor tudja, hogy úgy sem fog meggyógyulni, hiszen a betegsége engesztelő áldozat a bűnösök megtéréséért. Ugyanakkor engedelmes a kislány a felnőtteknek, mert így valósul meg az, hogy még többet tud szenvedni a kórház Ezzel nem akarom az orvosok kezéből kiütni a gyógyászat eszközeit. Amikor az imént beszéltem, és Isten újáról, akkor éppen arról beszéltem, ha megfigyelte valaki, hogy az nagy baj, ha valaki nem a természet kincseit használja a gyógyászatba. Ugye a természet kincsei a tabletta is, a természet kincseiből lett szállítva, hanem úgynevezett erőkkel, azaz dénomi, démoni erőkkel kuruzsol. Ugye ezt egy hivatásos rendes orvos is nagyon nem szokta szeretni, amikor ilyeneket hall. Tehát szükség van orvosra, és én magam is igénybe veszem, sőt a természet kincseit is, ugyanúgy, mint itt a kisgyermek is bevette az orvosságokat, elment a kórházba úgy, ahogy kell. Számára ez külön tortúra volt és külön szenvedés. Tudta, hogy úgy sem fog meggyógyulni, mégis végig járta ezeket a dolgokat. Hiszen az ötös számú parancsolat, ne őj! A szenvedést nem ő magának szugerálta, a szüzanya kérte, hogy vállalja. És ő vállalta. Örül a szüzanya és örül a jóisten, hogyha áldozatokat hozunk, ha szenvedünk a bűnösök megtéréséért. És ezt azért tudni kell, hogy az, aki önként vállalja ezeket a dolgokat, ezeket a tortúrákat, aki önként használja föl az élet aprócseprű lehetőségeit, és keresztként felajánlja a bűnösök megtéréséért, annak azért a jóisten már a földi életben, időnként csöpögtet a mennyek országa kincseiből. Sőt, van egy általános Isten országában való részesülés, az a lelki béke, amiről eddig is beszéltem. Nincs nyugtalanság, ott vagyok a helyemen. Amit a jó is szeretne, hogy tegyek, azt teszem. Hogy a jó is szeretné, hogy éljek, úgy élek. Akár egyetemistaként az előbb részleteztem, akár szántóvetőként, akár súlyos betegként. Mindig minden élet állapotban meg lehet a magunk kínszenvedése. És ezt mire kamatoztatjuk? Tehát van egy lelki béke, ami az Isten békéjéből való részesülés, amely minden kincset megér. Tehát a puszta tudata annak, hogy, hogy a lehető legjobban használom fel ezt a földi életet. Ott vagyok a frontvonalban, akkor is, hogyha otthon vagyok egyedül, is beteg ágyom vagyok. Vagy kórházi ágyom. Úgy létezem, úgy élek olyan formában, amit a jó Isten akar. Ami a leghasznosabb. Hasznosabb a gyógyászatnál, mindennél a lelkeket gyógyítom magyarul. És a lelkeket mentem. Sajnos nem emlékszem arra a filmre, amit legutóbb láttam családi környezetben, a filmnek a címére második világháborúról szólt, és valójában egy pszichodráma is volt ez, Japánnal való hadakozás egyik története, egy kulcsfontosságú sziget elfoglalásának története az amerikai gyalogos hadsereg, tengerész gyalogos hadsereg részéről. És ott néhány katona, ugye a filmben ez így van megalkotva, gondolkodó ember, nem pedig csak engedelmes rabszolga vagyis az élet értelmén, miközben heves csaták folynak, gondolkodik. És azon gondolkodik némely, hogy hogy lehet az, hogy ide jutott az ember, hogy egymásnak esik. Vagy az egyik szereplő, aki katona szökevény egy ideig, és egy benszülött községben húzódik meg, és egész jól beilleszkedik a benszülöttek közé, akik befogadják őt a gyerekekkel együtt úszik a tenger mélyén, a gyerekekkel együtt játszik, békésen elbeszélgetik az anyával, aki a csöpségét tartja a, 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 a karjai között. Ugyanez az ember, amikor visszamegy a katonai kötelékbe, és katonaként fegyveresen jelenik meg egy hasonló faluban, már nem fogadják be a benszülöttek. Ellenség. És akkor jön a kérdés, hogy juthattunk ide, hiszen nemrég még szerettük egymást. Ez a film 7 oscar díjban részesült. Tessék fölmérni azt, a mondani valót, amit itt elmondtam, mondjuk ez volt az egyik mondani való, azzal, amiről ez a műsor szól. Hát ég is föld különbség van. Ég is föld. Milyen kevés mondani valóért hét oszkárdíj. Ha ez a pszichodráma arról szólt volna, hogy hogy állunk az Úr Jézussal, és a rögtön meglátszott volna, hogy hogy juthatott oda az egyik ember a másikkal szembe, hogy szuronjan rohan és beledöfi, meg robbantja és lövi, azonnal mindenre az igazi világosság fényterített volna, hogy hogy juthattunk ide. A bűnök tömkelegei, kicsiben és nagyban, nemzetek, kormányok, országok, pártok és emberek személyes bűnei. Én pedig a műsoromat nem arról tartom csak, hogy a bűnöket leleplezzem, hanem egy fontosabbról, hogy a bűnös embert hogyan lehet visszajutatni a Jó Istennek a karjaiba. Mint ahogy az anya a csöpségét tartja a karjába, hogy én is ott legyek, és a többi is. Ezért hány Oszkár kellene nem nekem, hanem Jézusnak, aki erre példát adott. Még a gyerekeknek, akiről tartom itt az elmélkedést. Nem Oszkár mert az egy. Ahogy ezt Teréz anya hasonló esetben, amikor a Nobel díjat kínálták föl neki, az tulajdonképpen egy semmi. Megkérdezte, hogy pénzjára -e érte, és azt mondták, hogy igen, akkor azt mondja, elmegyek és fölveszem, mert a betegeimnek szükség van a pénzre. A kórházaknak. Egyébként el sem ment volna. Szentpál nem ilyen elismerésről beszél nekünk, nem Díró, hanem az örök élet koszorújáról, a hervadhatatlanról, aki maga a jó Isten lesz, önmagát adva nekem az örök életbe. Talán így is érthető volt, hogy a címét nem tudom a filmnek, hogy a hitetlen emberek sokszor nagyon kevés értékre is Oscar adnak. Mert mondjuk azért értékám az, hogy elgondolkodik a filmben a színész, a katona azon, hogy mi értelme van és mennyire értelmetlen az egymás öldöklése. De nem adott választ a kérdésekre, hogy miért a miértre nem kaptuk meg a választ. A mélyebb választ mindig Jézusnál van, és nem kell hozzá oszkár díj. De azok, akik az oszkárt osztogatják, meg a színészek legtöbbje fütyöl Jézusra. Fütyöl. Számításba se jöhet. érezzük magunkat nem Oscar díjjal kitüntetetnek, hanem érezzük, hogy készítik a mi számunkra a győzelmi koszorút. Maga a jó Isten akarja önmagát nekünk adni, ha a legnagyobb szeretetben vagyunk, éppen az ilyen ekért, akik fütyülnek a Jézusra, áldozzuk az életünket. Egy hét múlva viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A legnagyobb szeretet Palko Julián műsorát hallották.